Táncosok vonulnak a Dobótértől az Érsekkertig, ők a jubiláló 25. Agria nemzetközi folk találkozóra érkeztek. Idén a Bikavér ünneppel közösen tartják. Habis László polgármester köszöntőjében összekapcsolta a bort és a zenét. Mindkettőnek sok arca van, és hatására szárnyalhatunk, mondta. Úgy látja, kettő kiváló párost alkot. Komoly alapokat raktak le azok, akik 17 évvel ezelőtt kitalálták az egri Bikavér ünnepét, mondta Tarsó József hegybíró a megnyitón. Azt mondja, jól döntöttek akkor, amikor az Érsekkertbe hozták a rendezvényt, és jelentős mérföldkőnek nevezte, hogy már nem csak Bikavért, hanem egri csillagot és rozét is lehet kóstolni a borünnepen. Zilai Zoltán, a Magyar Borakadémia főtitkára a fesztivál látogatóit arra kérte, használják ki az alkalmat és figyelmesen kóstoljanak, beszélgessenek a termelőkkel. Szerinte az, hogy már 17 éve megrendezik a Bikavér ünnepet, jelzi, az egri borászoknak van jövőképük. Az új márka, az egri csillag pedig azt mutatja, hogy van összefogás is. Bor Gárdonyi 1552. Ez az idei év fő egri üzenete, fogalmazott a polgármester. Azt kívánta mindenkinek, hogy találjon rá arra a varázslatra, amely Gárdonyit is megfogta Egerben. A láthatatlan ember mindazokban a borbarátokban is ott él, akik a jubilomi évben, kedves írónk előtt fejet hajtva, kóstolnak meg egy Gárdonyi palacba bújt egri Bikavért vagy csillagot. A 2012-es év legjobb egri szőlőtermelőjévé Rozsnyai Mihályt választották, aki 55 éve telepítette az első szőlőjét. Ezt a munkát 82 évesen ma is folytatja. Az embernek a munkája után sikerélménye van. Aki szereti a munkát, a sikerélményt megél. Az év borgasztronómusává Bányai Róbertet választották, aki több mint 30 éve dolgozik a szakmában. Az év bortermelője Tóth Ferenc borász lett. A díj átvételekor azt mondta, mindig a fogyasztókon keresztül kell értékelni a borokat. Meg kell győzni mindig az embereket, hogy jót és jó bort kell fogyasztani, és jót kell csinálni. Körülbelül 160 bor nevezett idén a borvidéki borversenyre, 7 kategóriában díjazták a borokat. Egészségetek! 21 étterem, 38 borászat és több mint 100 bor. Péntek este többek között Veszelka Kommandó és lemezbemutató Kerekesben koncert lesz, szombat délután kezdődik a traktor szépség és gyorsulási verseny. Eger is csatlakozik a kocintáshoz, a legkedveltebb borvidéki település az lesz, ahol a legtöbben kocintanak egyszerre. Este a 25. Agria nemzetközi folk találkozó szereplői tartják gála műsorukat, föllépnek a felszállott a páva győztesei is. Stand-up show, besodrom koncert, még ez is a szombati program. Vasárnap a Donát dűlőben könyörögnek a jó termésért.